A 14-szeres felnőtt világbajnok uszonyos úszó Senánszki Petra többször volt már a Balkánon, Montenegróban családjával, de hogy miért szeret oda utazni, mi mindent látott ott. Legutóbb, amikor ott nyaraltak, azt a Drive magazinnak elmesélte. Nekem a kedvenc helyem Montenegró. Még édesanyukámmal és a két testvéremmel, nővéremmel és húgommal voltunk ott többször is. És ez egy jó nagy kocsis út, mert direkt nem más eszközzel mentünk oda, mivel olyan szép a táj, hogy amúgy érdemes tényleg kocsival arra fele menni. És nagyon élveztük ezt az utazást, mert félúton meg is álltunk a Tara folyónál raftingolni, ott aludtunk, aztán utána mentünk le a tengerhez, és ott Hercegnovi és Kotor környékén nézelődtünk, és a tengerparton nyaralgattunk. Montenegro egy kis balkáni ország az Adriai tengernél, Budapesttől 745 kilométerre, 12 órányi autóútra található. Magyaroknak nem kell vízum az országba történő belépéskor, de útlevél ellenőrzés van. A kilométereken áttartó strandolható partszakasz mellett találhatunk kulturális nevezetességeket is, hiszen az UNESCO világörökségéből több is felfedezhető. Az európai viszonylatban olcsónak számító országból több turista is negatívumként értékelte, hogy hirtelen mélyül az amúgy zafír színű tenger. Fontos, hogy a fizetőeszközük az euró. A Senánszki Petra is elmondta, számára lenyűgöző volt, hogy a kis országban a csodálatos mediterrán tájak ellenére nincs tömegturizmus, így élvezhető a nyaralás. Mi szerettünk azért a városokba is bekukkantani és elmenni városnézni, de Podgoricában nem voltunk, inkább ott a tengerpart környékén pihentünk. Azért lehet tudni, hogy én nagyon szeretem a vizet, úgyhogy a tengerpart azért az mindig feltölt, amikor pihenés van. Mit lehet tudni egyébként ott az árakról? Valóban nagyon vonzó, még a magyarok számára is nagyon olcsó ez a balkáni ország? Már régen voltunk, de szerintem még mindig igen, nagyon kedvező a magyaroknak, és hát tényleg nagyon szép hely, úgyhogy igazából, ha többbe kerülne, akkor is megérni elmenni oda és megnézni. Még akkor egészen érintetlennek tűnt, amikor mi oda jártunk, és talán azt is szerettük benne a legjobban, hogy nagyon természetközeli volt az élmény, úgyhogy talán ez töltött fel legjobban, azért is választottam kedvencemnek ezt a helyet, mert még nem az a nagy turista helynek számító ország volt, amikor mi oda jártunk, és ez a nyugodtság, ez nagyon sokat tudott jelenteni, amikor már lementek a nagy versenyek, és akkor egy kicsi pihenésre vágytam. Szerintem érdemes előre megtervezni az útvonalat, az utazást, és akkor az szerint menni, de mi nem voltunk ellene annak sem, amikor is spontán jöttek az ötletek, és akkor csak gondoltunk egyet, és átugrottunk valahova máshova. Szerintem barátságosak voltak, meg több magyar is volt ott, aki dolgozott például a szálláshelyeken, úgyhogy szerintem mindenképpen kedves közeg. Van a bakancslistádon olyan ország, ahova akár magánemberként még nagyon el kéne, hogy juss? Igen, még Tájföld fele, vagy oda a keleti részre szeretnék jobban elutazni, már Kínában voltam, de az ilyen egzotikusabb helyekre azért egy kicsit vágyom.